előtt hittanunkat, Biblia óránkat. Mindenható örök Isten, teremtünk és megváltunk, hallgasd meg húzgó imánkat, és részesítsd a mennyei dicsőségben a te hűséges szolgádat, boldog apor Vilmost, mert a te ösvényeden járva tündöklő hite és nemes szívének szeretete vezette tetteit. Jó pásztora volt a rábízott nyájnak, a rászorulókat fölkarolta, segítette az üldözötteket, végül életét áldozta a női tisztaság védelmében. Mutasd meg hát csodás irgalmadat, hogy elnyerhesse, most már elnyerte szolgád a boldogok koronáját. Amen. Ezt előtte nyomták ezt a szent képet, tehát jól emlékszünk rá, világegyház színe előtt, II. János Pál pápa boldoggá avatta őt. Ahogy múltkor is említettem, a bűnbánat szentségére legalább két alkalmat szántam, mert annyira összetett és annyira elevenünkbe vágó kérdéskör ez, hogy többet kell vele foglalkozni. Zsinati könyvünk is különösen a Jónás gyakorlatával foglalkozik. Ha még visszaemlékszünk a múltkori előadásra, ott a bűn teológiai szemléletét filozofikusan is, antropológiai szempontból és egyáltalán itt történetiségében próbáltam meg fölvázolni. És hát eljutottunk odáig, hogy szembe találkozik az ember a bűnnel, ugyanakkor kiveszett a bűntudat az emberiségből, annak nyilvánvaló oka, hogy az Isten hit is kiveszett az emberekből, márpedig, ha nincs egy olyan fórum, ahol a bűn megbocsátható, akkor azt a bűnt tagadni kell. Mert nem lehet együtt élni azzal a tudattal, hogy én bűnös vagyok, és bűnömre nincs bocsánat. Nem akarok én sose politikai térre menni itt ezeken az előadásokon, de az élettel való szembesülés és szembesítődés meg adja azt az alkalmat, hogy csak gondoljunk arra a nagy fölháborodást kiváltó parlamenti emlékbeszédre, amikor a kommunizmus áldozatairól emlékeztek meg, és mennyien mondták bizonyos pártokból, mi nem azok vagyunk, mint nem én nyúltam a tálba, mint a Rónai könyvében van a Júdás, mikor mondja, nem én vagyok, nem én nyúltam, nem én vagyok a bűnös. Az ember nem tudja elviselni azt, hogy ő bűnös, és bűnére nincs bocsánat. Ezért le kell tagadni, magyarázatot kell ráadni, mindenfélét el kell felejteni. De mi éppen azt mondjuk, hogy van bocsánat a bűnre. A bűn realitás. Tagadni nem lehet. Itt van. De éppen az evangélium felét jelenti, az első felét, hogy van bűneinkre bocsánat. A második fele, hogy van örök élet. És Jézus egész működését szinte bekeretezi ennek a gondolata, hogy van bűneitekre bocsánat. Ő azzal is kezdi. Térjetek meg, ugye metanoia, a gondolkodásotokat, az életviteleteket fordítsátok meg, és ezt a bűnbocsánattal is szoktuk fordítani, de ez lényegesen kevesebb, mint maga az eredeti gondolat, amikor az ember egy gyökeres változást tesz az életében, és Istenhez fordul. És aztán hányszor megbocsátja az emberek bűnét? Menj és többet ne vétkezzél. És az utolsó tette, amit emberekkel gyakorol, az éppen a Jobbik Latornak mondott üdvösséget fölkínáló szó, amikor azt mondja neki, hogy Uram, emlékezzél meg rólam országodban, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Egyébként a Lator gyomt, ha nem tudnánk.
A gyónás minden eleme benne volt abban, ami ott történt. Mert a leglényegesebb része a bűnbánat. Ő ott függ kifeszítve. Azt mondja a másiknak, mi tetteink jogos büntetését veszünk. Márpedig a kereszthalál a legkegyetlenebb szenvedés és halál nem volt, és ő ezt jogosnak tartotta, méltónak tartotta, azután az élet után, amit ő éppen kiérdemelt. Ott nem volt idő nyilvános bűnvallomásra, de biztos, hogy mindenféle garázdaságot elkövetett. Ezt jogosnak tartotta. Krisztushoz fordult, elfogadta a penitenciát, hogy őnek ott szenvedni kell, és kérte, hogy emlékezzék meg róla. Vagyis bocsásson meg neki, mert tudta, hogy az Isten fia. És Jézus mondja, még ma velem leszel a paradicsomban. Azt kell mondja, micsoda gyorsaság, micsoda társaság, micsoda lakóhely, amit ott Jézus megígér, az üdvösségét elnyerő Latornak. No tehát, ez az utolsó tette az emberekkel. És a föltámadás ajándéka, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok a bűneit, bocsánatot nyer, mondja az apostoloknak, akinek megtartjátok, annak meg lesz tartva. Tehát ebből is kitetszik, hogy Jézus komolyan akarta a bűnbocsánat gyakorlatát az egyházban, ajándékként meghagyta, és a lényeg az változatlan maradt az egyházban a hosszú idő folyamán, hogy benne kell lennie a bűnbánatnak, és valamilyen formában a bűn megvallásának is. Nyilván egy házasságtörő asszonynak nem kellett magyarázni, hogy most ő neki mi a bűne, mert mindenki tudta. Ott ő neki már csak Jézusra kellett tekintenie, kérni az irgalmat. Ez a szentség egyházi dimenziót kapott, hiszen Jézus az egyházzal hagyta rá ezt ajándékként. De nagyon hosszú ideje alatt különböző fejlődési fokozatokat és stációkat élt meg. De a lényeg pontosan ugyanaz, mint akkoron volt. Nyilván, hogy ezek a gyóntatószékek vagy gyóntatószobák, ez az időnek a terméke. Azelőtt egész nyílt gyóntatószékek voltak, aztán ilyen szekrényszerűvé váltak, most újabban a gyóntatószobák vannak. És az ősegyházban pedig hát egészen más volt még a gyónási gyakorlat. Kezdettől volt valamilyen formában a bűnbánat szentségének a gyakorlása. Mi gyónásnak mondjuk, ez egy ilyen török eredetű szó, annyit jelent, hogy megvallani valamit. Gyónom, megvallom a mindenható Istennek és a többieknek is. És valahogy az emberek tudatában ezén van a lényeg. Holott a lényeg a bűnbánatomban. Mert egy elvetemült bűnös is elmondhatja, hogy ő milyen bűnöket követett el. Bemondhatja, ennyi embert eltettem lámpalom. De ha nincs benne bűnbánat, őt soha nem lehet odaengedni a bűnbánat szentségéhez. Tehát annak a lényege éppen az, vagy kiengesztelődés szentségének, rekonciliációnak is mondják, ami annyit jelent, hogy az Istennel engesztelődünk ki. Egyházi dimenziót kap ez a szentség, mert minden szentségre vonatkozik az, hogy senki se szolgát adhatja ki önmagának. Si a keresztséget, si az oltári szentséget, si a betegek kenetét. Ha én beteg vagyok, nem kenhetem meg magamat a betegek kenetével, azt más paptól kell kérnem. Ugyanígy a római pápa nem oldozhatja fel önmagát. Őnek is gyónnia kell. Tehát, és gyónik is, rendszeresen szoktak a pápák gyónni, hiszen van gyóntató papjuk. Mert ilyenkor mindig az egyház közösségéhez is tartozom,
a Szent Jónás szentsége által. Az első időkben nagyon ritkaság számba ment a gyónás. Miért? Mert igen komolyan vették az emberek a megtérést. Amikor ők felnőttként megtértek, akkor nagyon vigyáztak arra, hogy súlyos, halálos bűnöket ne kövessenek el. Ha mégis elkövettek, ahhoz egy igen kemény penitencia jóvátétel járult, ami sokszor egy egész életre szólt, úgyhogy az ősegyházban volt, akinek csak évek múltán vagy élete végén adták meg a feloldozást. Tudták akkor is, hogy halálveszélyben föl lehet adni a feloldozást, és ha valaki akkor megbánja a bűnét, bocsánatot nyer, de éppen az egyház fegyelem komolyan vétele miatt. Nyilvános gyónás nem valószínű, hogy volt az ősegyházban. Tehát, hogy ő kiállt volna a templom közepére, és mondta volna, ilyen és ilyen bűnöket követtem el. Egyébként eléggé ismerték egymást ott az emberek, de a nyilvános bűnöket, legyen az hittagadás, már kapitális bűnöket, emberölés, házasságtörés, ezeket kötötték nagy penitenciához, és hosszú idő után adták meg a feloldozást. Azért hívták ezt aztán keserves keresztségnek, ugyanis visszaállítja a keresztség állapotát, a büntelenséget, de egy magasabb szinten, mivel senki se szereti megvallani a bűneit, népi szónokok szokták mondani, de ez nagyon igaz, hogy amikor a bűnt elkövetjük, a gonosz lélek elveszi a szégyen érzetünket, de amikor gyónni kellene, akkor visszaadja. Úgyhogy azért nem akar az ember gyónni, mert benne van a szégyen érzet. És ezért is egy keserves keresztségnek mondta már Nazianzi Szent Gergely is a gyónást. Most ez a gyakorlat később a meggondolás középpontjába került, hogy hát ha egyszer Isten irgalmas, akkor egy életen keresztül kelljen vezekelni. Meg hígult is a kereszténység, különösen a népvándorlás után, olyan tömegek léptek az egyházba, amelyek nem voltak annyira átjárva a hit igazságaitól. És ők gyakrabban megadták a feloldozást, majd a 8.-9. században elkezdődött az ír szerzeteseknél, akik Európa megtérítését kezdték, az úgynevezett ájtatossági gyónás. Megvallották egymásnak bűneiket, és ezt gyakrabban tették. És ennek hatására is kezdett kialakulni a gyónásnak az a fajtája, amit most mi katolikusok, ortodoxok gyakorlunk, újabban az evangélikusok is. Bizonyos területeken nyugaton. Na most, a régi feloldozási forma az mindig a jóvátétel után volt. Tehát hosszú penitencia után adtak feloldozást. Most fordítva van, feloldozást megkapjuk, egy viszonylag enyhe és nagyon könnyen teljesíthető penitencia árán. Tehát megfordult ez a gyakorlat az egyházban. De nekünk újra kell értékelni, mert az emberek tudatában nem csak, hogy megkopott az Isten hit, és következésképpen a bűntudat, hanem bizonyos dolgok nagyon sablonossá váltak. Minden dologra áll a latinok bölcsessége, quotidiana vilescunt. A mindennapok kiüresítenek. Ha sokszor csinál valamit valaki, akkor esetleg azzal a veszéllyel jár, hogy gépiessé válik számára. És ezért újra kell gondolnia, hogy mit tesz egy szentség gyakorlásakor. Hát abból az alapállásból kell kiindulnunk, hogy a szívben kell megtörténnie. Amikor a tékozló fiú ott abban a magára hagyatottságába, magába szállt, és azt mondta, hogy
fölkelek és atyámhoz megyek, akkor szívében megtörtént a bűnbánatra való fölkészülés és a bűnbánat gyakorlása is. Tehát ott kell kezdeni. És ezért mondják azt, hogy ennek a bánatnak őszintének kell lennie, és Isten iránti szeretetből, nem félelemből kell történnie. Ez a kontríciónak mondják, az Isten iránti szeretet. Hát persze, mi emberek a szereteten mindig valamiféle érzelmeket értünk, úgy vagyunk az Isten szeretetével is. Most sokan azt mondják, hogy ő nem érzi. Nem kell neki éreznie, akarnia kell. Tehát, hogy ő szembenéz önmagával, lelkiismeretet, vizsgálatot tart, és akarja, hogy jobbá legyen. Ha nem érzi, akkor is érvényes, és fölindította magában a bánatot. Most a szembenézés önmagunkkal az nem merül ki csupán abban, hogy én összebolhászom a vétkeimet, hanem valamiképpen mindig eszményre is irányítom az életemet. Eszményre, mert az volna az igazi jó lelkiismeret vizsgálat, hogyha nem csak, hogy mit tettem negatíve, hanem milyen pozitív eszménytől maradtam el. Árva a Betlen Katáról, történelmünk első írónőjéről mondja, szarkasztikusan az egyik irodalomtörténész, azt hiszem Szerbantal, hogy erénye volt az a sok rossz cselekedet, amit megtehetett volna, de nem tett meg. Tehát ő azzal dicsekedett, én kérem, nem loptam, nem törtem házasságot, nem hazudtam, és ez volt az erénye. Ez kevés, hogyha valakinek ez az erénye. Pozitív módon kell megfogalmaznia, hogy mi az a jó, amit követnie kellett volna. És hogyha mondjuk a 8 boldogságra gondolunk, hogy Jézus eszményeket állít elénk, és az igazi felnőtt személyiségnek eszmények kellenek. A primitív embernek, a primitív lelkifokon lévő gyereknek tabuk kellenek. Ne nyúj hozzá, ne tedd, nem szabad. De a nagykorú embernek eszmények kellenek, hogy mit kellene tenned, ahhoz mérd magad. Tehát mondjuk egy ilyen lelkiismeret vizsgálatnak valahogy ilyenné kellene lenni, hogy eszményekhöz mérjük magunkat. És ugye a katolikus erkölcstan különbséget tesz a bűnök fajtái között, és hogy a halálos, súlyos bűnöket, hát szám szerint vagy fajuk szerint is meg kell mondani, és a súlyosbító körülményeket is. Tehát mondok egy példát, súlyosbító körülmény. Ha én idegen helyre megyek gyónni, nekem illik megmondani, hogy püspök vagyok, vagy érsek vagyok. Tudnék, egészen más relációi vannak a bűneimnek, mintha az mondjuk nem volnék az. Ott, ahol ismernek, nyilván nem kell megmondanom, hogy ki vagyok. De, tehát a súlyosbító körülmények azok szükségesek, hogy benne legyenek az igaz bűnvallomásban. És egyébként ez szokott általában a legkeservesebb dolog lenni az ember számára. Úgy biztatásként elmondom, hogy a papok nem kíváncsiak a mi bűneinkre. Vannak olyan okos emberek, hogy már rég abba hagyták volna a gyóntatást, ha nem lenne Jézus parancsa. Mert roppant unalmas és nagyon fárasztó hosszan gyóntatni, legalább olyan unalmas, mint a bűn. És a másik az, hogy ők maguk is követnek el bűnöket, és egy hosszabban tartó lelkipásztori gyakorlat után szinte nincs olyan bűn, amivel ne találkoztunk volna. És ahogy egy orvos nem kíváncsi arra, hogy na most ha valaki levetkőzött, hogy hogy néz ki, nem próbálja a betegét gyógyítani, ugyanúgy mi nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy kinek milyen bűne van, igyekszünk elfelejteni, és el is felejtjük, nem is hozhatjuk elő, ez a nagyon jó benne, és titoktartáshoz van, pápának föntartott kiközösítéshez van kapcsolva, hogy nem mondhassuk el, hogy XY ezt és ezt gyónta nekem. Szóval ezzel védi az egyház a gyónót, és nagyon emberivé teszi.
A mély pszichológia területén sajnos van olyan, hogy valaki elmegy, föltárja az összes belső aberrált gondolatát, aztán megjelentetik könyvbe. Tudok ilyet irodalmi példában is felsorolni. Ezt a katolikus egyház papjai soha nem tehetik meg, ezért bátran fordulhatunk hozzájuk, és mondom, nem azzal a tudat, hogy a pap kíváncsi a bűnünkre. Abszolút nem kíváncsi rá, hanem gyógyítani és segíteni akar. Egyébként bűntársa nem kérdezhet rá, és általában nem is szoktak kérdezgetni a papok a gyóntatás alkalmával, amit a gyónó elmond, csak hogyha nagyon valami olyan helyzet áll elő, akkor esetleg valami kérdést tesz a bűnnek kapcsolatosan. Inkább vigasztaló szót mond és segítséget. No tehát, és utána jön hát az erős fogadás, amit komolyan kell venni. Tehát nem lehet úgy oda menni, hogy hát majd meggyónom. Ez az ember természetesen, hogy hát visszaesünk bele, de legalább akkor föl kell tételezni azt a szándékot, hogy nem csak visszamenőleg bánom, hanem előre se akarom megtenni. Tehát ennek benne kell lenni az erős fogadásban, hogy általánosan, ugye, tudom azt, hogy bűnt fogok elkövetni utána is, de legalább a szándékom legyen meg. És ekkor adhatja meg, ugye, a pap a feloldozást. És ez a lényeg benne, ami nyugtatóvá lehet számunkra. Tehát a bűnbocsánat után. Chesterton, aki hát nem tudta, hogy milyen egyházba térjen, múlt század elejének nagy hírű írója volt, azért lépett a katolikus egyházba, mondotta ő, mert azt mondja, ott van gyónás, és a gyónásban foghatóvá válik, hogy bűnbocsánatot nyert. Isten megbánja minden, megadja a feloldozást mindazoknak, akik őszintén bánják bűnüket, akkor, hogyha halálveszélybe jutnak, vagy olyan életszituációjuk van, hogy az életük is kockára van téve, de a gyónás foghatóvá teszi a feloldozást. Amikor katona voltam, akkor a politikai tiszt úgy azért többször foglalkozott velem, és hát többek közt ezt kérdezte, hogy nem értem a gyónást. És azt találtam neki mondani, hogy nézze, ez olyan, mint a marxista önkritika, azzal a különbsége, hogy itt feloldozás is van. Nem csak elmondjuk, hogy mit követtünk el, hanem biztosak lehetünk abban, hogy feloldozást nyertünk. És utána jön, hogy természetesen hát a jóvátétel, amit meg kell tennünk. Tudnélik, ami rajtunk áll, azt helyre kell hozni. Gondoljunk Zakeus példájára. Vagyonom felét a szegényeknek adom, és akit megkárosítottam, annak háromszorosan, négyszeresen is visszatérítem. Hát ha nem is olyan formában, de valahogy jóvá kell tenni a bűneinket. Megkívánja ezt az emberi igazságérzet, tehát ne lehessen egy várrándítással vagy egy naéssel elintézni az igazságérzet. Megkívánja a krisztológiai szempont, hogy Krisztus engesztelő áldozatába kapcsolódok én is, mert Jézus bűneimért halt meg, akkor én ebbe belekapcsolódok. És ugyanakkor egyfajta örök élet reménye, illetve az eszkatológiai szempont, ami azt jelenti, hogy törlesztünk abból az ideig tartó szenvedésből, ami még a tisztulásban várhat ránk. Azt is el kell mondani, hogy ugye a gyónás az a katolikus egyházban törvényes parancs. Sajnos, amikor lazult a hitfegyelem, akkor a lateráni zsinaton a középkorban már el kellett rendelni, hogy évente legalább egyszer végezz el a katolikus hívő a gyónását. De a törvény mellett tudni kell azt, hogy vannak helyzetek, amikor a gyónást nem tudjuk úgy elvégezni, hogy szeretnénk, vannak olyan alkalmak, amikor
akár a tudatlanság, akár a fizikai lehetetlenség, mondjuk egy kórházi ágyon van valaki, vagy erkölcsi lehetetlenség, amikor nem kell nekünk megvallani úgy a bűnünket, ahogy egyébként szoktuk, mert a Jóisten nem kíván lehetetlent. Tehát a kórházi ágyon van valaki, akkor a papa szokta mondani, bánja meg a bűneit, adandó alkalommal végezzel a bűnbevallást is. Vagy mondjuk volna egy ilyen árvízi helyzet itt is, és azt mondanánk az embereknek, most mindenki bánja meg a bűnét, feloldozást kap, de adandó alkalommal végezzel a gyónását. És ugyanígy erkölcsi lehetetlenséget se kívánk, tehát mi általában rokonainkat nem szoktuk gyóntatni. Tehát az megint egy olyan dolog, hogy az nem akkor adnak úgy feloldozást, hogy aztán adandó alkalommal idegen papnál is végezheti, egy ismeretlen papnál. És ebben ugye benne van az is, hogy egyrészt meg kell vallanom a bűnömet, de ugyanakkor nagyon be van vonva a titoknak a kamrájába. Meg kell vallani, meg ki kell mondani, hogy én vétkeztem. Ha nem mondom ki, akkor valami hiányzik. Ugye ma nőnapon sok férfi, mentem a kórházba, láttam, vittek virágot a feleségüknek. Nagyon szép dolog. De valaki így teszi jóvá azt, amit mások azt kellene mondani, hát ne haragudj, ezt és ezt rosszul cselekedtem, tettem. Tehát valaki egy ajándékkal ellentételez valami rosszat. Az ajándék kell. De mikor rákerül a sor, akkor azt kell mondani, ne haragudj, ilyen és ilyen voltam. Tehát azzal, hogy kimondtam a bűnömet, önítéletet mondtam ki, magamra olvastam a bűnömet. És ez fontos dolog. És olyan emberrel együtt lehet élni, aki bevallja a bűnét. Mert az fejlődő képes. A keresztény és nem keresztény között nem az a különbség, hogy ez egy oszlopra állítható szent, a másik meg egy alávaló, hanem a keresztény ember tudatában van annak, hogy bűnös ember, és bűnbánatot is akar tartani. Ugye, Júdás, Péter esete mutatja, hogy egyikből lett az elvetettség iskola példája, mert végülis nem tudta bánni a bűnét, hanem teljesen elkeseredett, és nem tudott bocsánatot kérni. Péter keserves sírásra fakadt. Olvassuk az evangéliumban. Tehát bánta, pedig egy ő is megtagadta Jézust, nem semmiség volt az. De ezzel a tettével, hogy ő bánta, és jóvá akarta tenni, ezzel mutatott példát a keresztény embereknek. Tehát valahol itt van a különbség, mondjuk egy olyan ember között, aki azt mondja, hát bűnös vagyok, de nem hiszek Istenbe, és nem törődök vele, hogy mit követtem el. A keresztény azt mondja, bűnös vagyok, és az Istentől bocsánatot kérek, és amit tudok, jóvá teszek. Az ember társainak jóvá teszem mindazt, amit ellenük elkövettem. No tehát, ugye, ezek a gyónáshoz hozzátartoznak, és amikor én egy embernek mondom meg a bűnömet, azt szokták mondani, hogy miért embernek kell megmondani. Minden szentséget emberek által kapunk, és én akkor a közösséggel találkozom, mert a közösség ellenvétek. Említettem, hogy a protestáns teológiában újabban ismét erőkerül a gyónás. Luther még maga gyónt, csak később elhagyták. Dietrich Bonhoeffer, aki a náci idők vértanú evangélikus lelkésze volt, ő is visszahozta a gyónást, és azt mondta, amikor megvallom bűnömet embertársamnak, akkor az emberi közösséggel is találkozom. Tehát az az egy személy, az a pap személye valamiképpen képviseli a közösséget is. Éppen ezért ugye ezt mindig csak az egyház közösségében lehet végezni. Na persze azok, akik mondjuk gyakorta bűnbánatot tartanak, nagy ünnepekre elvégzik a gyónásukat, azok tudják azt kellő lelki tapasztalattal, hogy nem megy ez olyan könnyen. Csík Sándor azt mondja, meglátszik emberi valómon, hogy 50 éve ugyanazokat a bűnöket gyónom. És most egy irodalmi példával élek ismételten,
Babits Mihálynak Intelem a vezeklése című versét talán sokan ismerik, de emlékeztetőül felolvasom. Mivel a földön jónak lenni oly nehéz, erényeid elhagynak, mint az ifjúság, de bűneid utánad jönnek, mint a hű kutyák, s ha netán elfáradva az úton leülsz, mind köribé telepszik és arcodba néz, nyugodtan, mintha mondanák, nem menekülsz. S ha néha egyet bottal elkergetsz és messze versz, kicsit hátrább húzódik, s ha nem figyelsz, megint előjön. Kezed nyalja, s mintha már lelked belső helyein és zugaiban kotorna nyelve ragadósan, sikosan, és érzed, hogy többé már nem kergetheted, s nem vereted, ha csak magadat nem vered. Verd, verd, ezer bűn nyelve lobog benned, mint a tűz, és lelked már nem is egyéb, mint ez a tűz. Te csak a bűnök teste vagy, mely lábon jár, s viszi és rejti, mint legmélyebb lényegét, s önbelsejét, az önzést és rossz vágyakat, mint a bélpoklos poklát, mely benne rohad, és őt is elrohasztja. Viszi, mint az őrület vak égését, ezt a sivár belső tüzet, amelyben minden bölcs erő és fiatal erény úgy illan el, mint tűzben az olaj. Légbe leng fel, s híg egek felé enyész, mivel a földön jónak lenni oly nehéz. Tehát így van, nagyon nehéz, és az életünk egy jeges úton való haladás olyan, hogy az ember elesik, de nem maradott, hanem föl kell és tovább megy. Ez már a Jószövetségnek is tapasztalata volt, és ezért mondja azt a hasonlatot Izaiás proféta, hogyha nektek olyan is lesz a lelketek, mint a bíbor, az Isten fejére fogja majd a bűnbocsánat által hófehéríteni. Ugye a bíbor az a csigának az a festékanyaga, ami annyira bele tudott ivódni a régi öltözékekbe, hogy már a ruha elkopott, de a bíbor még megmaradt, az még látszott rajta. Hogy átrágja az embert sokszor a gyarlósága, és szinte nem is tud tőle szabadulni, de éppen most visszatérek megint a kiinduló pontra, amit Jézus ugye meghirdetett a bűnbánat tartásával, és megadott a bűnbocsánat szentségének az ajándékával, hogy van bűneinkre bocsánat. És János evangélista, aki igen hosszú időt élt, sok emberi gyarlóságnak, emberi tragédiának is részese lehetett, látta, megélt az első keresztényeknek üldöztetését, olykor bukását, a maró lelkiismeretet, azt írja a levelében, és ez is vigasztaló lehet, hogyha vádol a szívünk, akkor gondoljunk arra, hogy Isten nagyobb a szívünknél. Tehát a keresztény ember soha nem keseredhet el, minden bűnre van bocsánat, azt mondja a Szentírás, csak a Szentlélek ellenére nincs, hát az a megáltalkodás. Hogy valaki nem akarja, hát annak nem lehet segíteni. De minden bűnre van bocsánat. És éppen ezért ez egy nagy-nagy ajándék, és végül is egy Isten tiszteletté lesz, hogyha valaki a bűnbánat szentségében gyakorolja, és átfordul az Isten magasztalásába, és mindig úgy kell a gyónás után ott lennünk, hogy bocsánatot nyertek bűneim, és most már mindent megpróbálok megtenni, hogy jobb legyen, jobbá váljak, és az esetleges lelkiismeret furdalásra, ami lehet azért büntetés is egy élet folyamán, mindig úgy kell gondolni, hogy azért ez föl fog oldódni, mert ismét csak János evangélistát idézem, Isten nagyobb a szívünknél. Köszönöm szépen. Van egy kérdésünk? Van egy kérdésük, testvérek?
Hadd mondjam, jövő alkalomra, ugye, most még, hogy akkor mi a március 15-e lesz, akkor kilépek a zsinati könyv sora magyarázatából, és hát az egyház és az 1848-49-es forradalom kapcsolatáról szeretnék szólni, mert erről igen keveset, vagy nagyon egyoldalú tanítást hallottunk az elmúlt években. No. Hát ha nincs kérdésünk, akkor befejezzük, jó? Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg ma, bocsásd meg vétkeinket, képpen mi is megbocsájtunk velünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, és meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, az Atya, a Fiú és a Szentlélek pedig. Aki még nem vitt a hölgyek közül ilyen szent képet, vigyen. Szíves. Hogy már úgy írom le a felvetéseket, hogy nem kell már tudni arra, hogy ezt még csináljuk, ezt még hatásnál. Én vagy kiétálom zenénél is kell engedélyt kérni, és akkor is kérdezni egy szentatóság. A balás ez régebben volt, hogy ugyanis én... Na most, hogy a 5%-ot meg nem haladó hírműtben változni, akkor módosítani kell a működését. És akkor is kell állni. Most mindenféleképpen kell, hogy állni kérd, de most mit értjük le a közösségben a magunk? Most abban változott, hogy maguk nem kérnek be a szakhatóságot, mit értjük be. És azért 60 nap, tehát maguknál is 5%-ot, tehát alig van olyan, mint aki 5%-ot kiszámolni meg a szakhatóságot. Ez a szolidaritás egy éven keresztül tartott. Tehát kisegítettük őket ilyen formában, azzal, hogy mi hátrább kerültünk. Tehát mielőtt bárki bármire szavazna vagy gondolna, tehát az igazságossághoz ez is hozzátartozik, hogy eddig a terhet azok viselték, akik lemondtak, tehát akiknek csak óvodájuk volt, vagy általános iskolák. Tehát eddig a teher ő rájuk nehezedett. Csak ennyit a igazságosság kedvéért. Legyen szabad talán egy harmadik megoldást javasolnom, bár talán benne volt az első kettőben is, hogy nem az intézmények, mivel nem az intézmények kapják a kiegészítést, hanem fenntartó, azt tartanám a legjobb megoldásnak, ha fenntartó tudna differenciálni. Arra is jó lenne ez, hogy tudna egy koncepciót kialakítani, hogy milyen intézményt fejleszem, milyen miattak hozom be. Mert egyébként tényleg nagyon nehéz. Nyilván ez, vagy ez így lenne, akkor azok kerülnének nehéz helyzetbe, akiknek csak egy-két intézményük van, és az is olyan, hogy elhangzott, ami pontosan hátrányos helyzeteket. De mi nem panaszkodni szeretnénk, de a Esztergom Budapesti Egyházmegye az elmúlt esztendőben nem pár millióval, hanem 28 millióval kevesebbet kapott, ezért is ennyivel támogat követő intézmény. De emiatt például nem tudunk kollégiumot indítani, mert tényleg hát csak úgy tudunk újabbat, hogyha a meglévő szinten nem megy lejjebb. És azért én azt ajánlanám, hogy az intézmény, a fenntartók kapják meg a kisvért, normatívát, egy kiegészítést, és ők tudatosan akkor tudják differenciálni az intézmények között. Hangsúlyozom, az tényleg az a helyzet, hogy akiknek csak egy vagy két intézmények van, és neten kollégium azoknak valami más módon kéne. Hát talán az a fenntartó más forrásból segítségek az. Hát tényleg, ahogy a Tibi is mondta, nagyon sokat tettünk, mi már.
utalni, amikor a kérdésünk a normatívának bizonyos százalékos hát módosításával került a kifizetés, akkor ugyanúgy kimutattuk, hogy egyházmegyék 10 milliós ráfizetéssel voltak. Én a mostani rendszerben azt tartom, mostani előterjesztésben azt tartom jónak, hogy a ténylegesen elvégzett feladatnak megfelelően került leosztása. Ha valahol egy gyereket ténylegesen csak fél időben vagy ötöd időben oktatnak, akkor ahhoz kapják meg a segítséget, viszont nem az egyházmegyék azok, amelyek súlyosan rosszul járnak, hanem éppen a kevés iskolával rendelkező szerzetesen. Én gondolom, hogy ezt azért be kell kalkulálni, mert egy egyházmegye, magamról is elmondom, rendelkezik azzal a háttérrel, hogy ezeket az aránytalanságokat ki tudja egyenlíteni, de a szerzetes rendek kevés, főleg alsó fokozatú iskolával nagyon súlyos helyzetbe kerülnek. Megemlíteném, hogy én is helyesebbnek tartanám, hogyha a fönntartó differenciálhatna az intézményei között a kiegészítő normatívával. Tudnék, ha ezt most tehát gyermek számra lebontva adjuk oda az intézményeknek, a költségvetés nem a gyermek szám arányosan készül el, hanem vannak intézmények, amelyek nehezebb körülmények között működnek, több lóni kiadás, vagy akár illetmény kiadást terheli az intézményt, és ebben az esetben, tehát hogyha a létszámarányosan osztjuk szét a kiegészítő támogatást, akkor az egyik intézmény mondjuk jól el van azzal a pénzzel, a másik intézmény pedig csődbe jut. Tehát kénytelenek vagyunk, mint fenntartók a Kalocsa-Kecskemét egyházmegyében is, a költségvetést támogatni, az intézmény költségvetését támogatni, és nem egyszerűen gyermek száma arányosan kiosztani a pénzt. Itt az elosztásnak az alapja lenne az, hogy mennyi gyerek után mennyit a kiegészítő támogatást a fenntartók, hogy aztán azon belül úgy osztja az iskolai között, hogy akarja, és mindent arra kell. Szeretném megkérdezni, mert ilyen eset is van, hogy a gyerek jár valahol iskolába, és egyházi fenntartási kollégiumban lakik. Most akkor az egyházi fenntartási kollégium ezek szerint semmit nem kap. Nem kap semmit, ezt nem fogja figyelembe venni, sajnos ezt megkérdezzük, hogyha csak a normatívát fogja kapni ez a kollégium. És akkor itt tartjuk fent a kollégiumot? Hát igen, ők arra hivatkoznak, hogy 28%-kal növekszik most a talán normatíva, ami teljesen igaz, 195 ezer forint lesz. És hát mi ugye erre próbáltuk még ezt a 8000 forintot valahogy kihozni, tehát ez lesz a lehetőség. Ez nagyon helyes. Na most még esetleg pályázatot említenék még, amire lehetőség van, ez maga majd a kollégiumok esetleg figyeljék, hogy a kollégiumi alapítvány is. Szóval valahonnan pénzt kell szerezni a fenntartásra. Tessék szóval. Köszönöm.
középiskolás, itt a felső oktatásban lévő kollégiumokkal kapcsolatban? Az nem tartozik ide. Nem ide tart. Az nem közoktatás. Az nem közoktatás. Az felső oktatás. Egyáltalán nem tudom, hogy a legfontosabb. Ez a sok kollégium,